Pozitívan reagáltak az ázsiai és az európai tőzsdék is Donald Trump legújabb Twitter bejegyzésére, ami arra utal, hogy véget érhet a kereskedelmi háború Kínával. Az amerikai elnök azt írta, Peking csökkenti és visszavonja az amerikai autókra vonatkozó 40%-os importvámot. A megállapodást ennél bővebben nem részletezte. Robert Halver, a német Baader Bank vezető elemzője szerint a német exportszektor nagyon optimistán reagált. Az autószektor, a vegyipar és a gépipar is. Mindenki azt reméli, hogy Kína után Trump megköti a kereskedelmi békét az Európai Unióval is. Donald Trump Twitter üzenetére a pekingi kormány nem reagált. A kínai külügyminisztérium közleményében csak annyit írt, a két elnök felkérte a gazdasági tárgyalásokat folytató csapataikat, hogy az egyeztetések során törekedjenek a vámtarifák megszüntetésére. Az amerikai elnök és Xi Jinping kínai államfő a G20-ak Buenos Airesi csúcs találkozóján állapodtak meg abban, hogy 90 nappal elhalasztják a vámok bevezetését. A Fehérház szerint nem történt áttörés a két elnök tárgyalásán, egyelőre csak elhalasztják a vámtarifák további emelését.